Hajnali 7 óra magasságában lehetett, mikor megállt a taxi a Kanizsai Central Hotel nightclubja előtt. A sofőr két olyan ásítás között, hogy majd kiesett a saját száján, azon agyalgott, hogy mennyire utálja ezeket a kurva pénzes zsákokat. Mintha csak az lenne a hivatás, hogy őket, taxisokat, de legfőképp őt idegesítsék, miután bebaszva, néha lehányva, esetleg behugyozva betezik a valagukat a kocsiába. Francba, morgolódott magában. Remélem max 2-en lesznek. Fú, de heróton van ezektől a szarháziaktól. Egész éjjel szopatják a luxuskurvákat ebben a rohadt bárban. Reggelre ide rendelnek engem, a taxist, aztán olyan fellengzős hangnemben beszélnek velem, mintha a valagukból rángattak volna ki. Pedig hát, ki tudja, lehet, hogy némelyik bunkot még én csináltam valamelyik motoros találkozón vagy koncerten még fiatalkoromban. Hát csak éppen tökrészeg voltam, és így nem emlékszem az anyjukra. Nem lehet tudni. Na mindegy. A lényeg, hogy jól átverjem a kis genyókat. Ha van pénzük kurvázni, akkor legyen az én konyhámra is. Kinyílt a jobb hátsó ajtó, és minden nehézség nélkül beült egy öltönyös úriember. Jó reggelt, Egerszegre, legyen szíves a börtönhöz, mondta tisztán és határozottan az öltönyös, miközben decens mozdulattal a combjára helyezte a diplomat a táskáját, majd mindkét tenyerét a táskára tette. Jó reggelt, uram, viszonozta a köszönést a sofőr. Észre sem vettem, hogy jön a kocsi felé válaszolt, és közben hálálkodott a sorsnak, hogy most aztán belenyúlt a zsíros fuvarba. Se hányás, se szarszag, még csak be sincs huggyantva. Piaszaga ugyan van, de az kit érdekel, ez egy mocskos ügyvéd. Megy, hogy lehúzza valamelyik sittest a semmitelen hülye ígéreteivel, hogy aztán kifizethessen engem is a taxist. Egerszeg 45 km innen, ez oda-vissza 90, plusz még az az idő, amíg odabent oltogatja a hülyéjét, aztán jöhet a lóvé. Akárhogy is számolom, jól járok, az már biztos. Már ilyen korán képesek ugráltatni az urat? Elképesztő, kezdte a társalgást a sofőr. Az öltönyös nagyot sóhajtott, majd a belső visszapillantó tükrön keresztül felvette a szemkontaktust a sofőrrel. Hát most mondja meg, ha azt mondják hétre, akkor hétre, ha nyolcra, akkor nyolcra. Meg mit tudom én, ráadásul még ilyen hülye kéréseik is vannak, hogy vigyek be ezt meg azt, mindenféle hülyeségeket. Hát ez van, amit mondanak, azt kell tenni. Hát igen, valamiből meg kell élni. Azért nem irigylem én magukat, ügyvédeket, pedig van pénzük doszta. Hát vagyis a lóvét azt irigylem, de a munkájukat azt nem. Foglalkozni a sok deformált elméjű marhával, plusz még fűzögetni azt a sok atyhügyköves ügyészt meg bírót, szóval kemény. Hát igen, valamiből meg kell élni. Azért nem irigylem én magukat, ügyvédeket, pedig van pénzük doszta. Hát vagyis a lóvét azt irigylem, de a melójukat nem. Foglalkozni a sok deformált elméjű marhával, plusz még fűzögetni azt a sok atyhügyköves ügyészt meg bírót, szóval kemény. Hát bizony, az folytatta a munkakörű leírást az öltönyös. És akkor még nem elég, hogy bármikor képes vagyok bemenni a kretényeimhez, de még csicskáztatnak is. Most is tudja, mit viszek ebben a kibaszott diplomata táskában? Megmondom én magának. Nem lennék ilyen őszinte, ha nem piáltam volna egész éjjel, de megmondom, na, fogkefe, fogkrém, alsógatja, efféle szarságokat. Mindegy, nem is idegesítem magam feleslegesen. A sofőr együttérzően megcsóválta a fejét. Azért gondolom, mozgalmasan telt az éjszaka, vigyorgott hátra a tükörből. Hát, ami azt illeti, abban hiba nem volt, igazgatta meg a slitzét a táska alatt az öltönyös. Két csajjal keféltem egyszerre. Hát, az aztán nem volt semmi. Igaz, hogy az ára sem, de baszni rá. Még egyszer beteszem egy ilyen helyre a lábam, biztos, hogy ugyanez lesz újra. Én már csak párosával fogom őket bérelni. Nem is értem, miért nem így nyomtam eddig is. Jól megy az ügyvéd úrnak, érződött ki a sofőr hangjából az irigység. Összedobják a zsiványok a pinára valót. Meggondolja, hogy olyan könnyű összeszedni a forintokat ezektől a mukucsoktól, emelte meg a hangját az öltönyös. A legtöbben kurvára kivannak már okosodva, és terjedt köztük a tudás, mint valami ragály. Alig bírom megetetni velük, hogy amit a bíró mond, az nekem köszönhető. Mármint, hogy én segítettem rajtuk. Szép lassan az összes tudni fogja, hogy a mi dumánkat, a bíró, az ügyvédek dumáját a bíró le sem szarja. Hát azt meg hogy érti, kérdezte a sofőr. Elképedve. Hát úgy, hogy mi előre tudjuk, mi lesz az ítélet. Ha 3 év várható, akkor elhitetjük a csivésszel, hogy garantált az 5 év, de mi mindent megteszünk, hogy csökkentsék. Aztán, amikor a bíró kihirdeti a 3 évet, a szerencsétlen zsivány az életét is pénzét enné, hogy fizethessen. Hát pontosabban a következő muki, mert hallotta az ehhez hasonló eseteket. Szóval az ilyen jellegű kulisszatikokat kezdik megismerni ezek a gecik. Úgy hiányzott nekem ez az okosodás, mint lufiárosnak a nyilzápor, vagy mint lepratelepen a sárgaláz. De látja, mekkora marha vagyok? Magának is kipofázom itt a megélhetésem kulcsát. Na mindegy. Nem érdekes.
Ne törődjön vele, ügyvéd úr, én maximum csak akkor fogok emiatt alkudozni magával, ha valamelyik bebaszott utast kifilézem, és nem sikerül időben eltüntetnem a hulláját, és emiatt lekapcsolnak. Na hát erre már nem válaszolt az öltöny, és lassan lehúzottak a szemhéjai. A taxi megállt a súlyos kapu előtt, a kuncsat felébredt, majd pedig egy elegáns mozdulattal beletörölte a zakója ujjába az alvás közben kicsorlult nyálát. Tudta a sofőr, hogy hízelegjen a jól fizető utasnak. Az a legjobb, ha közvetlenül a kapu előtt áll meg, hogy minél kevesebbet kelljen gyalogolni, így a vastag fuvardi mellé még jön a kövér jatt is. A szemben lévő parkolóban fogom várni az ügyvéd urat, de amint meglátom, már jövök is a kapuhoz, hogy beszállhasson, mondta a taxis. Hát, mint egy valóban illusztris utas, úgy hajolt vissza a kocsiba az öltönyös. Sofőr, kérem, várjon türelemmel, hamarosan érkezem, mondta, majd elindult a kapu felé, hogy megkezdje másfél éves börtönbüntetését. Így vonult be Taki a börtönbe, aztán hamarosan már foglalkoztatták is. Pár hét múlva bevezették a tárgyalóterembe az őrök, miután lesütelték, hamar elment a híre, hogy Krabod, vagyis horvát nemzetiségi, a börtön szomszédságában lévő bíróságon is tudomást szereztek, így ilyen jellegű képességeiről, mármint horvát nyelvtudásáról, és ezért úgy döntöttek, hogy néha kölcsönkérik, ha esetleg a volt Jugoszláviából, a mai Horvátországból származó vádlottak számára kell tolmácsolni. Aztán most, hogy eljött az első interpretálás ideje, hát kicsit gyomoridege volt Takinak, bármennyire is beleszarós figura volt, laza figura volt, kicsit mégis tartott a beégéstől, hát volt egy kis lámpaláza. Mikor beléptek a terembe, a jugó már ott ácsorgott a bíró előtt, vasra verve két masszer között. Takit tőlük balra állították, bilincs nélkül rendesek voltak, nem akarták, hogy tök hülyén érezze magát a bilincsek miatt. Mégiscsak egy hivatalos feladatot készült éppen ellátni, még ha nem is teljesen önszántából. Aztán megszólalt a bírónő, mint valami valóságos élet-halál úrnője. Hát ami azt illeti, valóban az volt, hiszen leültet vagy elengedett, nagyon nem mindegy. Kérem, fordítson Sándor, utasította Takit, akit amúgy egyébként Takács Sándornak hívtak. Minden pontosan úgy, ahogy mondom, ez nagyon fontos. Megértette? Képes rá? Igen, bírónő, képes vagyok rá, és megértettem, válaszolt alázatos hangnemben, mielőtt azon tűnődött magában, hogyan lehetett ilyen kegyetlen a sors. Ilyen kurva módon kibaszni ezzel a nővel. Olyan borzalmasan ronda volt, hogy még a legrondább fasz is szebb nő volt nála. A hangja meg, hát biztos, hogy napi két doboz kapadohány szív, vagy rág, vagy megeszi, a fene tudja, de valami óborzalom. Kérdezze meg a nevét az egyeztetés miatt, majd mutatkozzon be, folytatta a bírónő. Igen, bírónő. Zdravo, priatelj, kakosz ez oves? Ez magyarul annyi, hogy szavasz, barátom, hogy hívnak? Zdravo, jaszám, Markom, Linár. Szavasz, Molnár, Mark vagyok. Jaszám, Sándor Takács. Takió bírónőhöz fordult. Bírónő, kérem, megtörtént a bemutatkozás. Igen, Sándor, hallottam. Most fordítsa a következőt. A büntető törvénykönyv 1978. évi 4. törvény 316. paragrafusának első bekezdése alapján Markom Linár 30 nap előzetes fogvatartását rendelem el. Taki nyert egy nagyot. Fú, a kurva anyját gondolta magába, hogy a picsába fordítsak ilyesmit. Jól megszopott ez a vén kurva. Na mindegy, essünk neki. Akobome vune otot, idemu jednu körcsmu, i dobrosena piemu, da zaboravimuto veliku dreka. Az magyarul, ha kikerülünk innen, menjünk el egy kocsmába, és jól rúgjunk be, hogy elfelejtsük ezt a szart. Dobroje, jól van. Bírónő, kérem, megértette a jugó, és tudomásul vette az előzetes letartóztatás tényét. Jól van, Sándor. Kérdezze meg tőle, hogy megfelele neki egy kirendelt ügyvéd, vagy saját maga szeretne fogadni. És még azt is, hogy kíván-e jelölni valakit a családjából, megjelölni valakit a, tehát kapcsolattartás céljából a családjából. Taki bólintott. Kolivaspuno vino raste ugoricai. Magyarul. Mennyi bor terem nálatok a hegyen? De osztaná jednu godinu. Elég egy évre. Kakogosztosze nálat csete. Milyen gyakran zabáltok be belőle? Szfaki drogidan. Minden másnap. Én miszmotako. Mi is hasonlóan. Taki ismét a bírónőhöz fordult. Bírónő, kérem, megfelel neki a kirendelt ügyvéd, kapcsolattartásra pedig nem kíván senkit megjelölni. Köszönöm, Sándor, már csak egy valami van hátra. Kérem, közölje vele, hogy nem kell megvárni az ügyvédet, ha gondolja, akár most is fellebbezhet az előzetes fogvatartás ellen. Taki a jugóhoz fordult. Mislim, dai, tebi, gori, pekel.
Gondolom, neked is szokott égni a pokol másnaposan. Ja, doszte dobro. Igen, elég rendesen. Sves maudogo varili. Minden megbeszéltünk. Da. Igen. Bírónő, kérem, nem kíván élni az úr a fellebezés jogával. Ezzel be is fejeződött Takinak az aznapra eső munkája. A bírónő intézkedett jó elvezetéséről, Takinak meg még hosszasan hálálkodott, amiért nem kellett egy civil tolmács, tehát kifizetni neki egy civil tolmács részére az átlag jövedelem sokszorosát, és még a sok hülye ezzel kapcsolatos adminisztrációt is megúszták. Nagyon köszönöm, Sándor, a segítséget. Ígérem, hogy intézkedni fogok arra vonatkozóan, hogy jobb élete legyen a hátra lévő börtönhónapokban. Ugyan bírónő semmiség volt az egész. Örülök, hogy segíthettem. Igazán nem várok el cserébe semmit. Aztán még váltottak néhány szót, majd visszakísérték Takit a kaptárba, hogy kíváncsian várhassa, miféle csókos melóval fogják állaképpen megjutalmazni. Mivel rendkívül megbízható horvát tolmácsnak bizonyult, és kedvelték is emiatt a börtöngórék, újabb felelősség teljes munkakörbe állították. A minimál létszám negyedével bírós masszer állományra tekintettel őt alkalmazták írnokként a befogadó helyiségben, ahol semmi más dolga nem volt, mint az asztal és a nyomtatványok fölé görnyedve körmölgetni az adatokat, mielőtt az őrök átvizsgálás címszó alatt belenézegetnek az újoncok seggébe, vagy éppen jól megújjazzák őket, ha gyanúsabbnak találják a kinézetüket, vagy a viselkedésüket. Hát igen, gennyes egy meló, de akit nem érdekelte, örült neki. A lényeg az volt, hogy melózik, az idő pedig így gyorsabban telik. A kínos jeleneteknél meg egyszerűen nem néz oda. Mivel csak fél év telt el, még az újazásokat is bevállalta volna, ha ezzel akár csak egy hónapot is lefarakhatott volna a maradék egy évből. Pedig még attól is írtózott, hogy egy légtérben kell lennie a történéssel, amit ők csak úgy hívtak fingedlizés. Egy alkalommal baromian álmos volt, amikor hívták a befogadó helyiségbe. 3 napig nem aludt a sok Dobinak köszönhetően. A Sittana Dobi nagyon népszerű pia, nem áll másból, mint 8-10 filter teja és 3 deci víz. Alaposan kifőzik, legalább 2-3 percig, vagy akár 10 percig is forralják, megisszák, aztán már mondhatják is, hogy de kurvára fel vagyok dobodva, hát ezért Dobi igazából. Bassza meg, mindjárt széjjel kúrja a melkosomat ez a cucc. Szóval, Taki ki volt, mint a picsa. Olyan rohadtul készen volt, hogy úgy érezte, ha hanyat feküdne, belesnének a szemeje a koponyába. Alig bírta tartani a fejét, majdnem az asztal lapját érte az orra. Az adatokat is így kezdte kérdezgetni, totál kómásan. Egy kicsit sem emelte meg a fejét, mikor odavánszorgott az új lakó teljes bizonytalanságában, kurvára beszarva, hogy remegő hangon válaszolgasson. Neve? Brodarics György vagyok. Nem kell, vagyok, elég csak a név, mondta Taki félkomásan. Közben azon filózott, miért olyan ismerős ez a név. Hol lakik? Murakeresztúr, Kossuth utca. Na, itt már azonnal felkapta Taki a fejét, bármennyire is szarul volt. Hát szavaz, gyufa, hogy a picsába kerülsz te ide? Hát te, Taki, szia, te itt burcsázol, kérdezed vissza, válasz, gyanán, gyufa. Ja, nemrég kerültem erre a posztra, nem rossz meló, el vagyok vele. Hát nem semmi melóhely, fintorgott gyufa. Én nem dolgoznék itt akkor sem, ha milliókat fizetnének. Nem annyira szar ez. Meg különben is meg kell élni valamiből, nem? Hát ja, de azért én inkább betonoznék valahol. Szóval mi a fasz csináltál, hogy bevartak, érdeklődött aki? Nem nagy ügy, hozzám ragadt néhány aporó semmiség valahol, aztán az a kibaszott ügyész meg a bíró rámsózott 30 napot. A szamar leketyeg, ne aggódj, nyugtatta Taki a földiét. Csak a valagadra vigyázz, nehogy valamelyik bebuzult reténság bebasszon. Hát pontosan ettől vagyok kurvára beszarva. Még az a szerencse, hogy nem csak, hogy nem vagyok nőjes, de még férfinak is baszott úronda a pofám. Hála Istennek! Gyufa gyorsan körülpillantott, mintha tartana valamitől, majd odahajolt a Taki füléhez. Figyelj, Taki, otthon nem mondd el, léci, hogy találkoztunk. Mindenki úgy tudja, hogy tüdőszanatóriumban vagyok, oké? Okay? Ha hazamegyek, megígérem, hogy bebaszottlak a rigóban. Na mit szólsz, kérdezte őszinte érdeklődéssel az arcán. Megígéred? Mocskosul szombias leszek sörre, és igyekezni fogok, hogy szabadon fogjalak, mondta Taki. Persze, hogy megígérem, Takikám, csak ne égess be. 30 nap és otthon vagyok. Tudod, egész nap és éjjel piálhatsz majd a számlámra. Rendben van, gyufa, megegyeztünk. A nagy egyezkedést követően kitöltötte Taki az adatlapot, aztán már csak néhány mondatot válthattak, mert jött a Schmasser türelmetlen utasítása. Elég a pofázásból, jöjjön vetkőzni! A 30 nap valóban pikpak leketyeget, a gyufa segge is ugyanolyan szűz maradt a börtön után, mint amilyen előtte volt. Hálálkodott is a mindenhatónak, amiért olyan kurva rondának teremtette, hogy még a legdeformáltabb lelkű buzik sem akarták megkefélni a sitten.
Na aztán szabadulását követően ígéretéhez híven Gyufa első útja a Rigóba vezetett a helyi kocsmába. Szávasz, pultoskám. Szávasz, mi van veled, Gyufa? Meggyógyultál? Azt mondták, hogy tüdőszanatóriumban vagy. Ja, ott voltam, pajti, de túléltem. Itt az idő, hogy alaposan berúgjak. Úgy érzem ettől a nagy tisztulástól, hogy most meg agysáj túltengésen van. Életemben nem olvastam annyi könyvet, mint ebben az egy hónapban. Hát mindjárt szétnyomja a fejemet a sok agysájt. De nem gond, elintézem őket. Adj egy sört, meg egy feles szilvát, majd a végén fizetek. Tessék, így áll, rád fér. Ki vagy simulva, mint a baba popsi, mielőtt még kiszívta volna a pisi. Hát igen, jut eszembe. Volt itt ma már a taki, puhatolozott Gyufa. Látszik, hogy a szanatórium előtt vagy fél évig nem voltál itt. Miért mindig csak a pecsenyés kocsmába jársz? Nem volt itt a taki. Már 2 hónapja valahol az Alföldön dolgozik. Nem jár haza, csak leveleket írogat. Azt mondja, hogy kurva jó az a környék, és emiatt nem is akar hazajönni, amíg le nem jár valami szerződése, vagy mi a tököm. Valóban, nézett a pultosra hunyorogva Gyufa, mint a koncentrálna valami rejtély megoldására. És mikor jár le az a szerződés? Másfél évről szól, úgyhogy majd, hát ha jól számolom, 11 hónap múlva, mondta a pultos. Értem, vakargatta az állát Gyufa, és közben azon morfondírozott magában, hogy akkor most kinek is kéne bebaszatni a másikat.